earth. Föld. Levegő. Ezen a helyen az elemek összekeverednek és egybeolvadnak. Egy táj, ahol a növények és állatok nem csak egy területen élnek. A madarak a vízben vadásznak, míg a halak a zöld mezőkön siklanak. És a szárazföldi állatok lába alól gyakran kicsúszik a talaj. A köd szinte állandó. De ugyanilyen gyakran süt át a nap a lombok között. Ez a burjánzó erdő és a kuszavizek összefonódnak. Ez a hely akár az Amazonas medence is lehetne, vagy Orinoco, vagy a Paraná. De ez a vadláp éppen csak fél órányira van kocsival Bécstől. A Morva fás ártere az egyik utolsó érintetlen folyóterület Európa szívében. A víz élet, és az élet folyton változik. Újra és újra a víz megmutatja romboló és építő erejét. Így lesz a Morva folyó határtalan. Morva, a határtalan folyó. Nincs folyó part nélkül. De a Morva partszakaszai a folyó vizével változnak. Ember alkotta gátakkal itt semmire sem lehet menni, és az átszakadó gátak újra emlékeztették az embert sebezhetőségére. A folyó ereje észrevétlen marad, amíg a Morva széles árterén helyett talál a sok víz. De az itteniek tudják, hogy a fák között sokszor bokáig ér a víz. A nyári lúd a földön fészkel. Mégis a Morva folyó mentén ősi fákra rakják fészkeiket. Ezt számos generáció során tanulták meg. Itt fent a fészek biztonságban van. De a fa nem csak a víz elől nyújt védelmet, hanem a rókáktól és a nyestektől is. Vannak évek, mikor a mezőkön hetekig áll a víz. A folyó számára ez a bőség ideje. Ekkor frissül fel igazán a vízi élet. A fű itt mindig gyönyörű zöld. És a ponty is nagyon jól tudja ezt. Ahol a szárazabb években vadvirágok nőnek, árvíz idején ott szaporodnak a halak. Először a pontyok egyesével érkeznek, végül több tucatnyian jönnek egyszerre. A párzás során a hím és a nőstény egymásnak dörzsölik testüket, amíg a nőstény le nem rakja ikráit. Pár nappal később több millió kis hal kel ki az ikrákból. A Csehországból eredő Morva folyó a szlovák és osztrák határ mentén folyik, míg a Dunában nem torkollik. Lápjai és mocsarai mind a három országba átnyúlnak. Itt a korábbi vasfüggöny igazi zöld folyosóvá vált. Miután lehullott a függöny, a folyónak nem voltak többé határai. Mikor magas légnyomás érkezik Közép-Európába, a Morva megnyugszik.
A folyó tükrözi azt, ami az égben történik. A folyás irány a felhőktől függ. Most tavasszal kevés az esőfelhő. Kora tavasszal az árterek elkezdenek kiszáradni, de marad néhány tavacska. Amíg van összeköttetés a folyóval, pontyok és más halak úszkálnak erre. De ha nincs összeköttetés, a halak csapdába esnek. Az apadó víz egyre szorítja a hurkot. Előbb-utóbb ezek a halak könnyű prédává lesznek. Egy ilyen lakoma nem kerüli el a figyelmet, főleg nem a falánk szülőkét. A vaddisznó mindenevő. A folyami erdő számukra rendkívül vonzó. Nem csak mert sok a táplálék, hanem mert változatos is. Mikor a kis malacok rágcsálják a friss halat, csak utánozzák anyjukat. Még mindig anyatejen élnek. Az anyának hihetetlenül sok tejet kell termelnie, ezért jobb, ha nem zavarják evés közben. Az anyai türelemnek is megvan a határa, főleg ha épp korog a gyomor. Néhány hete az erdőt víz borította, de most arra frissen zöldel minden. A fiatal nyári ludak nemrég keltek ki. Az ösztöneik azt súgják, hogy kövessék szüleiket, de kicsit magasan vannak. Elhagyni a fészket ilyen magasságból, bátorság kell hozzá. Főképp, ha neked kell elsőnek ugrani, de csak egy példa kell, amit követni tudnak. A szülők tovább terelik a kicsiket, az erdő veszélyes hely. Akármikor felbukkanhat egy róka vagy egy nyest. A lutt család egyenesen a vízhez megy, ahol biztonságban lehetnek. Itt vannak otthon. A nyár folyamán a holtágak és a mocsarak lesznek, az óvoda. A mocsaras erdők egzotikusnak számítanak az egyébként meleg és száraz Közép-Európában. Ezek a kellemes homokdűnék a Morva alsó részén Közép-Ázsia sztyeppéire emlékeztetnek. Valójában legtöbb lakója onnan is érkezett. Az ürge csak késő márciusban bújik elő téli üregéből, úgyhogy fél éve van csak a következő téli álomig. Ezért érthető is, miért ilyen gyors. Udvarlása és párzása elég érdekes. Ami agresszív üldözésnek tűnik, az valójában egy hosszú előjáték, egy rövid aktus előtt. Régen ő is ilyen virgonc volt, de már eljárt felette az idő.
Kész. Ennyi volt. Az események túl gyorsak voltak, hogy bármit is felfogjunk. A nőstény ürge, amikor feldíszíti otthonát, bizonyíték arra, hogy hamarosan bővül a család. Ez egy hosszabb, de ugyanolyan gyors esemény. Az ürgék nagy kolóniákban élnek, de minden egyednek saját ürege van. Ezek az állatok nagyon odafigyelnek lakhelyükre. A nőstény pár nap múlva megszüli a kicsiket, majd 6 hétig gondoskodik róluk. Talán abban bíznak, ha gyorsan mozognak, nem veszik észre őket. Néhány éve a Morva mentére visszatért a parlagisas. Érthető, mi vonzotta ide. A parlagisas Ausztriában már 200 éve kihalt. Kelet-Európában csak kis számú populáció maradt fent. Nemrég a sasok elkezdtek nyugat felé terjeszkedni. Néhány pár a Morva mentén fészkel. Kis szerencsével, és ez az embereken is múlik, a parlagisas újra elterjedhet Közép-Európában. A folyó mellett elterülő erdők kiterjedtek és sűrűk. Csak nagyon kevés ember jön el ide. A vadvilág számára ez egy szentély. A fehér gólya az egyik legcsodásabb lakója a Morva menti erdőknek. Mint a nyári lúd, a gólya is öreg fákon fészkel. Csak a Morva partján tesznek így. A gólyák évről évre ugyanahoz a fészekhez térnek vissza. Itt párzanak és nevelik fel fiókáikat. Régen a legtöbb európai gólya fán fészkelt, de az emberek egyre több és több fát vágtak ki. A nagy öreg fák, melyek elbírták hatalmas fészkeiket, már nem nagyon voltak. Egy gólya fészke akár egy tonnás is lehet. Az ártér májusban. A szarvasok már hetek óta növesztik szarvaikat. A gímszarvas régen ekkorra elhagyta az árteret, és hegyi legelőkre ment. Ősszel tért csak vissza. Ma vándorlási útjainak nagy része elérhetetlen. A tavasz ezernyi különböző zölddel érkezik. Sokáig ez az egyetlen szín. Vadkacsák és vöcskök tarkítják a vizeket. Majd a szibériai nőszirom is virágot bont a mocsárban, ez egy mára már igen ritka látvány. A legszebb virágokat nehéz megtalálni. A vízparti nőszirom az erdő rejtett zugaiban nő. Egy nem látványos virág és egy gyönyörű lepke. Mi hozta össze őket? A farkasalma lepkének különleges kapcsolata van a farkasalma növénnyel. Júniusban a nőstény lerak néhány petét a farkasalma leveleire. Lárvái csak ezt a növényt képesek megenni. Egy héttel később kikelnek a hernyók.
Életük első hetében a hernyók a növény zsengerészeit fogyasztják, főleg a szirmokat. A második vedlés után azonban falánk evőgépekké válnak. Most már táplálóbb ételre van szükségük. Amikor egy hernyó felnő, selyemfonalat készít, és egy szárra akasztja azt. Majd a hernyó levedlik. Utána csupán egy puha héja van, amely megkeményedik a levegőn, és megvédi a bábot, amíg az lepkévé nem fejlődik. Elérkezett a nyár az ártérre. A fiatal ludak még mindig csak pelyhesek, de lassan elérik felnőtt méretüket. A családok legtöbbször összetartanak, de az is előfordulhat, hogy összekeverednek. Öregek és fiatalok egymás mellett vizsgálják át a talajt, növények és rovarok után kutatva. A talajon a ludak nagyon vigyáznak. A legkisebb neszre is visszamehetnek a vízbe. Egy róka töri meg az idillt, bár most nem is olyan komolyan vadászik, csak megnézi, nincs-e véletlen sérült vagy törött lábú madár. Két repülő bíbic figyelmeztet mindenkit a rókára. A hattyú elég nagy ahhoz, hogy ne kelljen félnie a betolakodótól. Errefelé a viharok hirtelen törhetnek ki, hatalmas erőt szabadítva fel. Pár órán belül a vízszint látványosan megemelkedhet. Lehet, hogy a víz az élet alapja a mocsaras erdőkben, de nem minden állat vízi. A fiatal parlagisasok majd megfagynak, bár anyjuk védi őket. A kócsagok azonban elemükben vannak. Egy felhő szakadás nem szegi kedvüket. A sok eső után a víz ellepi a mezőket. Ahogy a víz terjed, a gázlómadarak vadászterülete is egyre nagyobb lesz. A parlagisas számára ez nem a vadászat ideje, úgyhogy a fiókáknak kicsit koplalniuk kell. A kiszáradt holtágak újra feltöltődnek. A kemény talaj puha lesz. A víz visszahozza az életet még azokra a mezőkre is, ahová a tavaszi áradás nem ért el. Most igazán ősi látvány tárul a szemünk elé. Ezek a régmúlt idők élőlényei. Lehet, hogy most jelennek meg először évek óta. A pajzsos rák már 200 millió éve ugyanígy néz ki. A petéi akár évtizedekig megélnek szárazságban. De amikor ellepi őket a víz, pár napon belül kikelnek. De nem ők az elárasztott mezők egyetlen furcsa lakói.
Tócsarákok, szitakötőlárvák, vízibogarak, csíkbogarak és más kis élőlények lebegnek a vadvirágok között. Ez a bőséget jelenti, több tízezer fiatal halnak. Az esős években temérdek kis hal jön világra. A víz feletti és víz alatti élet szorosan összefonódik, hiszen sok rovar élete mindkettőt érinti. A legtöbb mocsári madár vízi élőlényeket fogyaszt. Magasan, a lombok között vannak a folyó kóborlói. A bakcsó ritka látogató errefelé. Nem minden évben fészkel itt. Ezek a madarak két évnél tovább nem használnak egy fészket. Párzáskor ezek a szégyellős madarak mindig próbálnak olyan fészkelőhelyet találni, melyek elszigeteltek. Halakra és kétéltűekre vadászni fárasztó lehet a szülőknek, de ez semmi ahhoz képest, amit a kicsik meg tudnak enni. A fiatal bakcsók etetését nézni új értelmet ad a falánkságnak. Mielőtt repülni kezdenének, meg kell tanulniuk a lábukon egyensúlyozni. Nem érdemes sétálni azelőtt, hogy repülni tudnának. A helyzet inkább csak a nézőknek vicces. Persze, lehet, hogy így tudnak a leggyorsabban megtanulni repülni. A nyár közepén járunk. Az ártér erdős területe után a homokdűnék füve lassan elszárad a tűző napon. Csak néhány rovar és virág bírja a sztyeppét ilyenkor. Ahol a homokot nem takarja semmi, a hőség elviselhetetlen. Akár 60 Celsius fok is lehet. Mégis van itt élet. A kaparó darázs nektáron él, de utódai miatt vadásznia is kell. Mielőtt lerakná petéit, a nőstény ás egy lyukat. Majd elmegy szöcskére vadászni. Körbe megy párszor, hogy biztosan emlékezzen a helyre. Zsákmánya még él, de megbénult. A megbénított szöcskére helyezi petéit. Mikor a lárvák kikelnek, a tehetetlen rovart felfalják. Az augusztusi nap az árteret igazi szaunává változtatja. Szúnyogok ezreinek zümmögése tölti be a levegőt. A nádasban a gímszarvas próbál elbújni a hőség és a vérszívók elől. A legjobb dagonyázó helyeket már elfoglalták, és a rosszabbakért is már versenyezni kell. A legnagyobb vadkanok pihennek először. A dagonya nem csak hűsít, de védelmet jelent a rovaroktól is.
A káró katonáknak nem kedvez a forró, száraz idő. Tolluk vizes lesz, amikor halásznak, és addig nem tudnak repülni, míg meg nem száradnak. A káró katonák, akár a szárító kötelek. A madarak órákon át így ülnek, sütkérezve a napon, nyugodtan emésztve. A nyár végén kevés a víz, még az ártérben is. A homokos partok kis szigetekké, a holtágak pedig kis tavacskákká válnak. Ezekben a kis tavacskákban sok hal esik csapdába. Ez nagy szerencse a fiatal bakcsók számára, akik nemrég hagyták el szüleiket, és most meg kell tanulniuk magukról gondoskodni. Bár az alacsony vízszintnek köszönhetően könnyebb vadászni, még sincs semmi ingyen. De az éhség motiválja őket. A fiatal bakcsók most rájönnek, nem is olyan egyszerű egyedül. A szörnyű hőség csupán 2-3 hétig tart. Augusztus közepére visszatér a völgybe a köd, misztikus erdővé változtatva a trópusi dzsungelt. Az első köd jöttével elrepülnek az első vándormadarak. Nem soká ezrek követik őket. Most olyan, mintha állna az idő. A nyárnak vége, de az ősz még nem érkezett meg. A természet összegyűjti erejét a téli hónapokra. A kis tavacskák körül a fiatal gémek teletömik magukat hallal. Amint a fák megváltoztatják színüket és leesnek az első levelek, a gímszarvas nyugtalan lesz. A szarvasbőgés állandó. Durva hangjuk az egész erdőben visszhangzik. Hallani lehet, ahogy átvágnak a bozóton. Agresszívak és folyton mozognak. A vetélytársak minden pillanatban figyelik egymást. Ha egy hím a legkisebb esélyt is látja a győzelemre, támad. Csak a legerősebb hím adhatja tovább génjeit. A győztes szinte az összes születendő borjú apja. Késő szeptemberre az összes nőstény vemhes. A hímek teljesítették feladatukat, visszatér a béke. A legtöbb vadállatnak a morva és mocsarai nem jelentenek akadályt. Ellenkezőleg, évszázadokon keresztül ez volt a Kárpátok és az Alpok között vándorló állatok útvonala. Az előző évszázad közepéig sok gímszarvas járt erre, de a vándorlás megállt.
Ez a vatkan egy ősi úton jár. A Kárpátokból jött, és a Morva erdejei felé tart, de egyáltalán nem biztos, hogy odaér. A sűrűn lakott Közép-Európában kevés a zöld terület. Az erdőhát nagy erdeit, a Rudava folyó ártereit és fáit meghagyták, hogy megvédjék a széltől a termőterületeket. Ez az átjáró biztosította a populációk közti géncserét. Hogy elérje a Morva erdeit, a vatkannak városokon, ipari telepeken, vasutakon és autópályákon kell keresztül mennie. Az út tele van veszélyekkel, és nem csak a vadállatok számára. A Morva vadéletének hosszú távú megmentése érdekében fontos, hogy ezeket a vándorlási utakat visszaállítsuk és megvédjük. Szinte észrevétlenül ideér az ősz. A buja dzsungel zöldje lassan kifakul. A Morva folyása most lassú és csendes, visszahúzódott medrébe. A nyárfa veszíti el először leveleit, majd a tölgyek barnulnak meg. A fűzfa és a kőr is hullatja el utoljára levelét. A nap melegét már csak pár órán át lehet érezni dél körül. Mikor az esték hűvössé válnak, a madarak elhagyják az árteret. A sarkvidékről azonban újak érkeznek. Októberben több ezer vetési lúd és nagy lilik száll le a Morva partjaira. Észak-Oroszországból és Skandináviából jönnek. Kimerülve a hosszú úttól, lepihennek, míg a csípős hideg tovább nem űzi őket. Néhány évben kevés időt tudnak itt tölteni. Az északi szelek nagy hideget és havat hoznak november elejére. Mikor megérkeznek a sarki szelek, a hőmérséklet gyorsan csökken, bőven a nulla fok alá. Annyira hideg van, olyan, mintha a természet visszatartaná lélegzetét. Ha a hideg több hétig kitart, a folyó befagy. A jég még vékony, de egyre több jégtábla úszik a folyón. A kanyarokban a jég összegyűlik, majd megvastagszik, míg a Morva zúgása el nem hallgat. A buja zöld mocsár ellenségessé vált, fehér sivataggá lett. A nyári ludak addig maradtak itt, ameddig csak tudtak.
Végül a hideg és a fagy elűzi őket. Egy reggel, mint egy parancsszóra, mindegyik elindul délre. Tavasszal újra visszatérnek majd ide. Már csak a varjak károgását lehet hallani az ártéren. Még télen is emelkedik és ereszkedik a vízszint, bizarr jégszobrokat hozva létre. A morva nem minden télen fagy be, de amikor befagy, a jég igazi álomvilággá változtatja a tájat. Pontyok és harcsák úszkálnak a jég alatt. Nem alszanak, de nagyon lassan mozognak a hidegben. Kora március van. Egy-két héttel a napi egyenlőség előtt megérkeznek az első vándormadarak. A csontfagyasztó hidegben a hattyúk egy közeli tónál kerestek menedéket. De semmi sem tarthatja itt őket, ha a holtágakon a jég megvékonyodik. Az erdő lombjain még nincsenek levelek, így a tavaszi napsugár hamar elűzi a sötétséget a talajról. A bozótban új élet cseperedik. A vaddisznó anya közel maradt kicsinyeihez, amíg azok nem tudnak futni és követni őt. Közép-Európa vaddisznó populációja évtizedek óta nő. Az elmúlt években, mióta enyhe a tél, nyugat felé törnek. A felfrissülés után az új energiát le kell vezetni. Még sok időbe fog telni, míg a testvérekből hatalmas karok lesznek, de a hierarchia hamar kialakul. A küzdelem után újra összebújnak. Késő márciusban az ég hirtelen hangos lesz. Visszatérnek a nyári ludak. A vetési lúd és a nagy lilik hamarosan folytatja útját észak felé, de a nyári lúd marad. Itt fogja felnevelni utódait. A nyári lúd egy életre választ párt, de persze ez nincs kőbevése. Ha az első választás nem megfelelő, talán a második, vagy a harmadik az lesz. A folyó vastag jege sokkal lassabban olvad, mint a földön. De a déli nap átveszi az uralmat az esti hidegek felett, és a morva újra életre kell.
Ha a jég felülről és alulról is olvadni kezd, nincs visszaút. Ez már nem a fagyott világ. Lassan minden megmozdul. A morva magával viszi a rengeteg jeget, amely időről időre megakad. De végül megtörik. Egy nappal ezelőtt egy állat át tudott volna menni ezen a helyen, de bármilyen vastag is volt a jég, a morva széttörte. A megáradt folyó megtölti a mélyedéseket, és a napos időben hamar felmelegszik. A víz odavonza az életet. Több ezer mocsári béka hagyja el téli vackát, hogy ezeken a helyeken találkozzanak. A hímek érkeznek először. A párzási időszakban, amely pár napig tart, a hímek élénk kékek lesznek. Mikor megérkeznek a nőstények, megkezdődik a párzás. Majd a peték a vízben fejlődnek, amíg ki nem kelnek az ebihalak. De ebben az évben valami más történik. A jég és a hó még éppen csak elolvadt. Nagy esőfelhők jönnek az Atlanti-óceán felől, egészen Közép-Európáig. A talaj már így sem tudja beszívni a vizet, ezen felül napokig esik Csehországban, Szlovákiában és Ausztria keleti részén. A morva hatalmas területeket áraszt el mind a három országban. Miközben a tavacskák túláradnak, egyre több víz folyik a mellékágakból is, még azután is, hogy már nem esik a morva alsó területein. A morva alsó része olyan, mint egy nagy tölcsér nyaka a vízgyűjtőhelynél. A holtágakban és az árterekben nem csak emelkedik a víz, hanem hihetetlen sebességgel folyik is. Végül a víz a magasabb területeket is elárasztja. A morva egy széles folyóvá vált, néhány helyen százszor szélesebb az átlagosnál. Az állatok érzik, hogy ez nem egy normális áradás. Ilyen áradás száz évente egyszer van. Ki kell jutni. Most versenyt kell futni az idővel. A sűn talán kicsit megtépázott, de legalább a szerencsés túlélők között van. Az erdőt napokig víz borítja. Nem soká azonban lejjebb húzódik a víz, és visszatérnek az állatok. Az áradás halált és veszteséget hozott. De minden katasztrófa egy új kezdetet is jelent. A
Az áradások mélyítik és megtisztítják a holtágakat, új csatornákat hoznak létre, és újjáélesztik az erdőt. A Morva még mindig nincs megszelídítve. Egy fennmaradt szentély, egy kiaknázott kontinens szívében. Sok fajnak a Morva nem csak menedéket jelent, hanem otthont is. Összeköti az észak, a dél, a kelet és a nyugat populációit. A legfontosabb csomópont a Kárpátok és az Alpok között. A Morva eltörli a határokat. Nincs vizes vagy száraz, nincsenek országhatárok, nincs hegy és völgy, nincsenek kontinensek. A Morva egy igazi, határtalan folyó. Közreműködött Hágen Imre. Munkatársak Szűcs Zsuzsanna, Vörös Andor, Pelle Ágnes, Nikodém Norbert. A magyar változat a Digi Kft. Megbízásából a Filmszand stúdióban készült 2013-ban. A második vedlés után azonban falánk evőgépekké válnak. Most már táplálóbb éterre van szükségük. Amikor egy hernyó felnő, selyemfonalat készít, és egy szárra akasztja azt. Majd a hernyó levedlik. Utána csupán egy puha héja van, amely megkeményedik a levegőn, és megvédi a bábot, amíg az lepkévé nem fejlődik. Elérkezett a nyár az ártérre. A fiatal ludak még mindig csak pelyhesek, de lassan elérik felnőtt méretüket. A családok legtöbbször összetartanak, de az is előfordulhat, hogy összekeverednek. Öregek és fiatalok egymás mellett vizsgálják át a talajt, növények és rovarok után kutatva. A talajon a ludak nagyon vigyáznak. A legkisebb neszre is visszamehetnek a vízbe. Egy róka töri meg az idillt, bár most nem is olyan komolyan vadászik, csak megnézi, nincs-e véletlen sérült vagy törött lábú madár. Két repülő bíbic figyelmeztet mindenkit a rókára. A hattyú elég nagy ahhoz, hogy ne kelljen félnie a betolakodótól. Errefelé a viharok hirtelen törhetnek ki, hatalmas erőt szabadítva fel. Pár órán belül a vízszint látványosan megemelkedhet. Lehet, hogy a víz az élet alapja a mocsaras erdőkben, de nem minden állat vízi. A fiatal parlagisasok majd megfagynak, bár anyjuk védi őket. A
A kócsagok azonban elemükben vannak. Egy felhő szakadás nem szegi kedvüket. A sok eső után a víz ellepi a mezőket. Ahogy a víz terjed, a gázlómadarak vadászterülete is egyre nagyobb lesz. A parlagi sas számára ez nem a vadászat ideje, úgyhogy a fiókáknak kicsit koplalniuk kell. A kiszáradt holtágak újra feltöltődnek. A kemény talaj puha lesz. A víz visszahozza az életet még azokra a mezőkre is, ahová a tavaszi áradás nem ért el. Most igazán ősi látvány tárul a szemünk elé. Ezek a régmúlt idők élőlényei. Lehet, hogy most jelennek meg először évek óta. A pajzsos rák már 200 millió éve ugyanígy néz ki. A petéi akár évtizedekig megélnek szárazságban. De amikor ellepi őket a víz, pár napon belül kikelnek. De nem ők az elárasztott mezők egyetlen furcsa lakói. Tócsarákok, szitakötőlárvák, vízibogarak, csíkbogarak és más kis élőlények lebegnek a vadvirágok között. Ez a bőséget jelenti, több tízezer fiatal halnak. Az esős években temérdek kis hal jön világra. A víz feletti és víz alatti élet szorosan összefonódik, hiszen sok rovar élete mindkettőt érinti. A legtöbb mocsári madár vízi élőlényeket fogyaszt. Magasan, a lombok között vannak a folyó kóborlói. A bakcsó ritka látogató errefelé. Nem minden évben fészkel itt. Ezek a madarak két évnél tovább nem használnak egy fészket. Párzáskor ezek a szégyellős madarak mindig próbálnak olyan fészkelőhelyet találni, melyek elszigeteltek. Halakra és kétéltűekre vadászni fárasztó lehet a szülőknek, de ez semmi ahhoz képest, amit a kicsik meg tudnak enni. A fiatal bakcsók etetését nézni új értelmet ad a falánkságnak. Mielőtt repülni kezdenének, meg kell tanulniuk a lábukon egyensúlyozni. Nem érdemes sétálni azelőtt, hogy repülni tudnának. A helyzet inkább csak a nézőknek vicces. Persze, lehet, hogy így tudnak a leggyorsabban megtanulni repülni. A nyár közepén járunk. Az ártér erdős területe után a homokdűnék füve lassan elszárad a tűző napon. Csak néhány rovar és virág bírja a sztyeppét ilyenkor. Ahol a homokot nem takarja semmi, a hőség elviselhetetlen. Akár 60 Celsius fok is lehet. Mégis van itt élet. Hogy elérje a morva erdeit, a vadkannak városokon, ipari telepeken, vasutakon és autópályákon kell keresztül mennie.
Az út tele van veszélyekkel, és nem csak a vadállatok számára. A morva vad életének hosszú távú megmentése érdekében fontos, hogy ezeket a vándorlási utakat visszaállítsuk és megvédjük. Szinte észrevétlenül ideér az ősz. A buja dzsungelzöldje lassan kifakul. A morva folyása most lassú és csendes, visszahúzódott medrébe. A nyárfa veszíti el először leveleit. Majd a tölgyek barnulnak meg. A fűzfa és a kőr is hullatja el utoljára levelét. A nap melegét már csak pár órán át lehet érezni dél körül. Mikor az esték hűvössé válnak, a madarak elhagyják az árteret. A sarkvidékről azonban újak érkeznek. Októberben több ezer vetési lúd és nagy lilik száll le a morva partjaira. Észak-Oroszországból és Skandináviából jönnek. Kimerülve a hosszú úttól, lepihennek, míg a csípős hideg tovább nem űzi őket. Néhány évben kevés időt tudnak itt tölteni. Az északi szelek nagy hideget és havat hoznak november elejére. Mikor megérkeznek a sarki szelek, a hőmérséklet gyorsan csökken, bőven a nulla fok alá. Annyira hideg van, olyan, mintha a természet visszatartaná lélegzetét. Ha a hideg több hétig kitart, a folyó befagy. A jég még vékony, de egyre több jégtábla úszik a folyón. A kanyarokban a jég összegyűlik, majd megvastagszik, míg a morva zúgása el nem hallgat. A buja zöld mocsár ellenségessé vált, fehér sivataggá lett. A nyári ludak addig maradtak itt, ameddig csak tudtak. Végül a hideg és a fagy elűzi őket. Egy reggel, mint egy parancsszóra, mindegyik elindul délre. Tavasszal újra visszatérnek majd ide. Már csak a varjak károgását lehet hallani az ártéren. Even in
Még télen is emelkedik és ereszkedik a vízszint, bizarr jégszobrokat hozva létre. A Morava nem minden télen fagy be, de amikor befagy, a jég igazi álomvilággá változtatja a tájat. Pontyok és harcsák úszkálnak a jég alatt. Nem alszanak, de nagyon lassan mozognak a hidegben. Kora március van. Egy-két héttel a napi egyenlőség előtt megérkeznek az első vándormadarak. A csontfagyasztó hidegben a hattyúk egy közeli tónál kerestek menedéket. De semmi sem tarthatja itt őket, ha a holtágakon a jég megvékonyodik. Az erdő lombjain még nincsenek levelek, így a tavaszi napsugár hamar elűzi a sötétséget a talajról. A bozótban új élet cseperedik. A vaddisznó anya közel marad kicsinyeihez, amíg azok nem tudnak futni és követni őt. Közép-Európa vaddisznó populációja évtizedek óta nő. Az elmúlt években, mióta enyhe a tél, nyugat felé törnek. A felfrissülés után az új energiát le kell vezetni. Föld. Levegő. Ezen a helyen az elemek összekeverednek és egybeolvadnak. Egy táj, ahol a növények és állatok nem csak egy területen élnek. A madarak a vízben vadásznak, míg a halak a zöld mezőkön siklanak. És a szárazföldi állatok lába alól gyakran kicsúszik a talaj. A köd szinte állandó. De ugyanilyen gyakran süt át a nap a lombok között. Ez a burjánzó erdő és a kuszavizek összefonódnak. Ez a hely akár az Amazonas medence is lehetne, vagy Orinoco, vagy a Paraná. De ez a vadláp éppen csak fél órányira van kocsival Bécstől. A Morava fás ártere az egyik utolsó érintetlen folyóterület Európa szívében. A víz élet, és az élet folyton változik. Újra és újra a víz megmutatja romboló és építő erejét. Így lesz a Morava folyó határtalan. Morava, a határtalan folyó. Nincs folyó part nélkül. De a Morava partszakaszai a folyó vizével változnak. Ember alkotta gátakkal itt semmire sem lehet menni, és az átszakadó gátak újra emlékeztették az embert sebezhetőségére. A folyó ereje észrevétlen marad, amíg a Morava széles árterén helyet talál a sok víz. De az itteniek tudják, hogy a fák között sokszor bokáig ér a víz.
A nyári lúd a földön fészkel. Mégis a Morva folyó mentén ősi fákra rakják fészkeiket. Ezt számos generáció során tanulták meg. Itt fent a fészek biztonságban van. De a fa nem csak a víz elől nyújt védelmet, hanem a rókáktól és a nyestektől is. Vannak évek, mikor a mezőkön hetekig áll a víz. A folyó számára ez a bőség ideje. Ekkor frissül fel igazán a vízi élet. A fű itt mindig gyönyörű zöld. És a ponty is nagyon jól tudja ezt. Ahol a szárazabb években vadvirágok nőnek, árvíz idején ott szaporodnak a halak. Először a pontyok egyesével érkeznek, végül több tucatnyian jönnek egyszerre. A párzás során a hím és a nőstény egymásnak dörzsölik testüket, amíg a nőstény le nem rakja ikráit. Pár nappal később több millió kis hal kel ki az ikrákból. A Csehországból eredő Morva folyó a szlovák és osztrák határ mentén folyik, míg a Dunába nem torkollik. Lábjai és mocsarai mind a három országba átnyúlnak. Itt a korábbi vasfüggöny igazi zöld folyosóvá vált. Miután lehullott a függöny, a folyónak nem voltak többé határai. Mikor magas légnyomás érkezik Közép-Európába, a Morva megnyugszik. A folyó tükrözi azt, ami az égben történik. A folyás irány a felhőktől függ. Most tavasszal kevés az esőfelhő. Kora tavasszal az árterek elkezdenek kiszáradni, de marad néhány tavacska. Amíg van összeköttetés a folyóval, pontyok és más halak úszkálnak erre. De ha nincs összeköttetés, a halak csapdába esnek. Az apadó víz egyre szorítja a hurkot. Előbb-utóbb ezek a halak könnyű prédává lesznek. Egy ilyen lakoma nem kerüli el a figyelmet, főleg nem a falánk szülőkét. A vaddisznó mindenevő. A folyami erdő számukra rendkívül vonzó. Nem csak mert sok a táplálék, hanem mert változatos is. Mikor a kis malacok rágcsálják a friss halat, csak utánozzák anyjukat. Még mindig anyatejen élnek. Az anyának hihetetlenül sok tejet kell termelnie, ezért jobb, ha nem zavarják evés közben. Az anyai türelemnek is megvan a határa, főleg ha épp korog a gyomor. Néhány hete az erdőt víz borította, de mostanra frissen zöldel minden. A fiatal nyári ludak nemrég keltek ki. Az ösztöneik azt súgják, hogy kövessék szüleiket, de kicsit magasan vannak. Elhagyni a fészket ilyen magasságból, bátorság kell hozzá. Főképp, ha neked kell elsőnek ugrani, de csak egy példa kell, amit követni tudnak.
A kaparó darázs nektáron él, de utódai miatt vadásznia is kell. Mielőtt lerakná petéit, a nőstény ás egy lyukat. Majd elmegy szöcskére vadászni. Körbe megy párszor, hogy biztosan emlékezzen a helyre. Zsákmánya még él, de megbénult. A megbénított szöcskére helyezi petéit. Mikor a lárvák kikelnek, a tehetetlen rovart felfalják. Az augusztusi nap az árteret igazi szaunává változtatja. Szúnyogok ezreinek zümmögése tölti be a levegőt. A nádasban a gímszarvas próbál elbújni a hőség és a vérszívók elől. A legjobb dagonyázó helyeket már elfoglalták, és a rosszabbakért is már versenyezni kell. A legnagyobb vadkanó pihennek először. A dagonya nem csak hűsít, de védelmet jelent a rovaroktól is. A káró katonáknak nem kedvez a forró, száraz idő. Tolluk vizes lesz, amikor halásznak, és addig nem tudnak repülni, míg meg nem száradnak. A káró katonák, akár a szárító kötelek. A madarak órákon át így ülnek, sütkérezve a napon, nyugodtan emésztve. A nyár végén kevés a víz, még az ártérben is. A homokos partok kis szigetekké, a holtágak pedig kis tavacskákká válnak. Ezekben a kis tavacskákban sok hal esik csapdába. Ez nagy szerencse a fiatal bakcsók számára, akik nemrég hagyták el szüleiket, és most meg kell tanulniuk magukról gondoskodni. Bár az alacsony vízszintnek köszönhetően könnyebb vadászni, még sincs semmi ingyen. De az éhség motiválja őket. A fiatal bakcsók most rájönnek, nem is olyan egyszerű egyedül. A szörnyű hőség csupán 2-3 hétig tart. Augusztus közepére visszatér a völgybe a köd, misztikus erdővé változtatva a trópusi dzsungelt. Az első köd jöttével elrepülnek az első vándormadarak. Nem soká ezrek követik őket. Most olyan, mintha állna az idő. A nyárnak vége, de az ősz még nem érkezett meg. A természet összegyűjti erejét a téli hónapokra. A kis tavacskák körül a fiatal gémek teletömik magukat hallal. Amint a fák megváltoztatják színüket és leesnek az első levelek, a gímszarvas nyugtalan lesz. A szarvasbőgés állandó.
Durva hangjuk az egész erdőben visszhangzik. Hallani lehet, ahogy átvágnak a bozótól. Agresszívak és folyton mozognak. A vetélytársak minden pillanatban figyelik egymást. Ha egy hím a legkisebb esélyt is látja a győzelemre, támad. Csak a legerősebb hím adhatja tovább génjeit. A győztes szinte az összes születendő borjú apja. Késő szeptemberre az összes nőstény vemhes. A hímek teljesítették feladatukat, visszatér a béke. A legtöbb vadállatnak a morva és mocsarai nem jelentenek akadályt. Ellenkezőleg, évszázadokon keresztül ez volt a Kárpátok és az Alpok között vándorló állatok útvonala. Az előző évszázad közepéig sok gímszarvas járt erre, de a vándorlás megállt. Ez a vatkan egy ősi úton jár. A Kárpátokból jött, és a Morva erdejei felé tart, de egyáltalán nem biztos, hogy odaér. A sűrűn lakott Közép-Európában kevés a zöld terület. Az erdőhát nagy erdeit, a Rudava folyó ártereit és fáit meghagyták, hogy megvédjék a széltől a termőterületeket. Ez az átjáró biztosította a populációk közti géncserét. A szülők tovább terelik a kicsiket, az erdő veszélyes hely. Akármikor felbukkanhat egy róka vagy egy nyest. A Lutz család egyenesen a vízhez megy, ahol biztonságban lehetnek. Itt vannak otthon. A nyár folyamán a holtágak és a mocsarak lesznek az óvoda. A mocsaras erdők egzotikusnak számítanak az egyébként meleg és száraz Közép-Európában. Ezek a kellemes homokdűnék a Morva alsó részén Közép-Ázsia sztyeppéire emlékeztetnek. Valójában legtöbb lakója onnan is érkezett. Az ürge csak késő márciusban bújik elő téli üregéből, úgyhogy fél éve van csak a következő téli álomig. Ezért érthető is, miért ilyen gyors. Udvarlása és párzása elég érdekes. Ami agresszív üldözésnek tűnik, az valójában egy hosszú előjáték, egy rövid aktus előtt. Régen ő is ilyen virgonc volt, de már eljárt felette az idő. Kész. Ennyi volt.
Az események túl gyorsak voltak, hogy bármit is felfogjunk. A nőstény ürge, amikor feldíszíti otthonát, bizonyíték arra, hogy hamarosan bővül a család. Ez egy hosszabb, de ugyanolyan gyors esemény. Az ürgék nagy kolóniákban élnek, de minden egyednek saját ürege van. Ezek az állatok nagyon odafigyelnek lakhelyükre. A nőstény pár nap múlva megszüli a kicsiket, majd 6 hétig gondoskodik róluk. Talán abban bíznak, ha gyorsan mozognak, nem veszik észre őket. Néhány éve a Morva mentére visszatért a parlagi sas. Érthető, mi vonzotta ide. A parlagi sas Ausztriában már 200 éve kihalt. Kelet-Európában csak kis számú populáció maradt fent. Nemrég a sasok elkezdtek nyugat felé terjeszkedni. Néhány pár a Morva mentén fészkel. Kis szerencsével, és ez az embereken is múlik, a parlagi sas újra elterjedhet Közép-Európában. A folyó mellett elterülő erdők kiterjedtek és sűrűk. Csak nagyon kevés ember jön el ide. A vadvilág számára ez egy szentély. A fehér gólya az egyik legcsodásabb lakója a Morva menti erdőknek. Mint a nyári lúd, a gólya is öreg fákon fészkel. Csak a Morva partján tesznek így. A gólyák évről évre ugyanahoz a fészekhez térnek vissza. Itt párzanak és nevelik fel fiókáikat. Régen a legtöbb európai gólya fán fészkelt, de az emberek egyre több és több fát vágtak ki. A nagy öreg fák, melyek elbírták hatalmas fészkeiket, már nem nagyon voltak. Egy gólya fészke akár 1 tonnás is lehet. Az ártér májusban. A szarvasok már hetek óta növesztik szarvaikat. A gímszarvas régen ekkorra elhagyta az árteret, és hegyi legelőkre ment. Ősszel tért csak vissza. Ma vándorlási útjainak nagy része elérhetetlen. A tavasz ezernyi különböző zölddel érkezik, sokáig ez az egyetlen szín. Vadkacsák és vöcskök tarkítják a vizeket. Majd a szibériai nőszirom is virágot bont a mocsárban, ez egy mára már igen ritka látvány. A legszebb virágokat nehéz megtalálni. A vízparti nőszirom az erdő rejtett zugaiban nő. Egy nem látványos virág és egy gyönyörű lepke. Mi hozta össze őket? A farkasalma lepkének különleges kapcsolata van a farkasalma növénnyel. Júniusban a nőstény lerak néhány petét a farkasalma leveleire. Lárvái csak ezt a növényt képesek megenni. Egy héttel később kikelnek a hernyók.
Életük első hetében a hernyók a növény zsengerészeit fogyasztják, főleg a szirmokat.